Mélytalajú pályán 3-11-es döntött el a találkozás a három pont sorsát. A találkozó legjobbja a két gólt szerző MTK-s Antonov volt. 50 ember dolgozott három napon keresztül, hogy a pályát alkalmassá tegye a KTE MTK mérkőzésre. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az utánpótlás edzőknek, játékosoknak, mert még tegnap este is jöttem, és vették le a fóliát, takarították el a vizet a pálya szélén. Tulajdonképpen a fólia teljesen megvédte a pályát az esőtől. Ugye ennyit tudtunk tenni, ilyen adottságú a pályánk. Mind a két csapat hasonló szerkezetben játszik, nagyon jó csapata van az MTK-nak, nagyon figyelnünk kell a kreatív játékosaikra. Készültünk becsületesen, úgy gondolom, hogy a játékosok átérzik azt, hogy hazai pályán sokat kell tenni, és azért szerintem tenni is fognak. A körülményekre való reagálás lesz a kulcs, és próbáltunk is az elmúlt három napban erre felkészülni, felkészíteni a játékosokat, illetve reagálni a kezdő csapattal is ebből a szempontból, hogy a fizikalitás jelen legyen, ugyanakkor pedig azok a játékosok, akik könnyebben támasztanak ki ilyen talajon, azok kapjanak szerepet. A játékvezető Rusz Márton döntött és indulhatott a sárdagasztás a bajnokság 15. fordulójában. Az 5. percben alakult ki az első helyzet, Zeke elől Kádár tudott még tisztázni. A 11. percben Bognár tört be a 16-osunkon belőle, és Szabó belépője lábat ért, Antonov pedig értékesítette a megítélt 11-est. 0-1 után akadt helyzet itt is, ott is. A legveszélyesebb Enin sprintje volt, Szűcs és Varga közös erővel védte meg kapunkat az újabb góltól. A lefújás előtt Kocsis kezezett, Rusz most is határozott volt. Horváth lőtte Demjén kapujában megítélt 11-est. 1-1-el zárult az első 45 perc. A folytatásban cserét követett, és a ságalapok is röpködtek. Összesen 8-at osztott ki a játékvető 2-6 arányban. A 60. percben újabb 11-es következett, Zeke volt szabálytalan Varjúval szemben, Antonov most is bevágta a megítélt 11-est. Nagyon jó volt, nem én erről álmodtam, hogy két hónap után ilyen meccsen térek vissza, de örülök, le volt tesztelve a sérülésem, úgyhogy megkaphatom az zöld lámpát, úgyhogy remélem ott következő két fordulóval tudok még segíteni a csapatnak. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy jól felkészültünk a mérkőzésre. Tudtuk, hogy mi vár ránk, erre is készültünk. Gratulálok a csapatnak, mert mindenki oda tette a magát, úgyhogy egy ilyen talajú pályán ilyen hozzáállás kell. Beszéltük, hogy nüanszokon fog múlni, úgyhogy a mi szerencsénkért megdolgoztunk, és győztünk, úgyhogy örülünk neki. Azt kértem a játékosaimtól, hogy egyszerű technikai megoldásokat válasszuk, ugye üres területekre passzoljuk be a labdákat, és hát nyomtunk is rendesen, de ma úgy éreztem, hogy nem nagyon sikerültek, illetve rossz megoldásokat választottunk rendre. Az első félidőben szerencsére azért sikerült kiegyenlíteni, és úgy jöttünk a második félidőbe, hogy megpróbáljuk ezt a mérkőzést behúzni, de hát ugye keresztül húzta a számításunkat, jogos büntető volt a második, és onnantól kezdve úgy éreztem már, hogy nem nagyon sikerülnek a megoldásaink, amikor laposan kellett volna játszani, akkor ívet entettük, sőt, amikor a Barna bejött, akkor sok magas labdával játszottunk, pedig abszolút nem kértük, inkább a befejezésekre próbáltunk volna fókuszálni, hogy szélről jöjjenek be a labdák, és akkor érkezzen a Barna, illetve a Geri. Ez ma nem sikerült, úgyhogy gratulálok az MTK-nak. KTE MTK 1-2, és ami a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg ezen a találkozón.